az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A virágvasárnapi barka szentelés és körmenet Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására emlékeztet bennünket. Csatlakozzunk mi is a lelkes tömeghez, köszönjük meg Dávid fiának, hogy eljött hozzánk az Úr nevében, és elhozta közénk Isten országát. Kedves testvéreim, a nagybőjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jó tettekkel már előkészítettük. Ma azért ültünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljük Urunk husvéti misztériumát, vagyis szenvedését és feltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumot akarta beteljesíteni, amikor fölment városába, Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékeztünk meg erről az ünnep üdvösség szerző bevonulásról. Lépjünk mi is az Úr nyomába, amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy feltámadásának és örök életének is részesei lehessünk. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, szentebb megáldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus király nyomába, ő által egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! És a veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tanítványai Jeruzsálemhez közeledtek, Betfag és Betánia táján, az Olajfák hegyénél Jézus előre küldte két tanítványát, és azt mondta neki: menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok ott egy megkötözött szamárcsikót, amelyen ember még nem ült. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha valaki szólna, hogy mit tesztek, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége. Erre mindjárt elengedi. El is mentek, az utelágazásnál egy kapuhoz kötve megtalálták a szamárcsikót. Eloldották. Azok közül, akik ott ácsorogtak, valaki megkérdezte: miért oldjátok el a szamarat? Azt válaszolták, amit az Úr mondott nekik, és erre elengedték őket. A szamárcsikót Jézushoz vezették, rákerítették kötöseiket, ő pedig felült rá. Sokan az útra terelgették a köntöseiket, mások meg lombos fágakat, amelyet a réten vágtak, akik előtte jártak, és akik kísérték, így kiáltoztak: Hozsanna, áldott, aki az Úr nevében jön. Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa. Hozsanna a magasságban. Ezek az evangélium éjjé. Kedves testvéreim, kövessük Jézus ünneplő jeruzsálemi nép példáját, és induljunk békével. Thank you.
szívünk. Mindenható örök Isten, üdvözítünk példát adott nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratából emberi testet öltött, és vállalta a kereszthalált. Segíts jóságosan, hogy kint szenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk a feltámadásában, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keresztségben, Isten mindörökkön örökké. Nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kellett, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje. Pilátus megkérdezte őt, te vagy a zsidók királya? Jézus ezt válaszolta, te mondod. A főpapok sok vádat hoztak fel ellene. Pilátus újra megkérdezte, nem felelsz semmit sem? Nézd, mi mindenne vádolnak téged. De Jézus nem válaszolt többé semmit, és Pilátus csodálkozott ezen. Az ünnep alkalmával Pilátus mindig elbocsájtott nekik egy rabot, a rabok közül, akik kértek. Volt a börtönben egy Barabás nevű rab. Lázadókkal együtt tartóztatták le, akik egy zendüléskor gyilkosságot követtek el. A tömeg felvonult, tehát, és kérte Pilátustól azt, amit mindig megtett nekik. Pilátus megkérdezte, akarjátok-e, hogy a zsidók királyát engedjem el szabadon? Tudta ugyanis, a főpapok csak irigységből adták őt kezére. Ám a főpapok felkötötték a tömeget, hogy inkább Barabást bocsássák szabadon. Pilátus ismét megkérdezte, és mit tegyek az emberrel, akit ti a zsidók királyának neveztek? Azok ezt kiáltották, feszíts meg őt. Pilátus folytatta, tehát mi rosszat tett? Erre azok még hangosabban kiáltoztak.
Vesítsd meg őt! Erre Pilátus, aki eleget akar tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsájtott a Barabást. Jézus pedig megostorozotta, aztán átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Most pedig jön a passió. Thank you.
másodszor elmenne, és imádkozni és eljönni a végfelül.
van még tanunkra, íme most hallottátok a káromlát, mit ítéltek. Azok pedig felelnék mondták, mondanak itt
Yeah.
Ekkor a templom függönye ketté hasadt, felül egészen az ajáig. Százados, aki ott állt Jézus előtt, és látta, hogyan lehelte ki a lelkét, így szólt: ez az ember valóban az Isten fia volt. Ezek az evangélium igéi. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek is a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére. Keresztedből fakadódjon béke és egyetértés minden nép számára. Egyesít szenvedéseinket megváltó szenvedéseddel, hogy egyek lehessünk veled a mennyei boldogságban is. Megváltó kereszt halálod által adj örök életet az elhunyt híveknek. Urunk Jézus, te vonakodás nélkül vállaltad a kereszt halál gyötrelmét néped üdvösségéért. Taníts meg minket az alátor szeretetre, hogy részünk legyen az örök dicsőségedben, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Thank you.
előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindenkinek és az egész anyaszentegyház javára. Urunk Istenünk, egy szülött fiat szenvedéseink, este jön ki téged irántunk, és amit cselekedeteinkkel nem tudunk kiérdemelni, ennek a végtelen és értékű áldozatnak érdeméből adja meg nekünk a te irgalmat Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a lelkedben. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, üdvös és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Bár ő maga semmit sem vétett, az ítélet ártatlan érte, a bűnösökért mégis szenvedést vállalt. Az ő halála bűneinket elvette, feltámadása megigazulást adott nékünk. Az ő dicsőségét vallja az ég és a föld, vallják az angyalok és főangyalok, hangos szóval hirdetik, és vég nélkül zengik.
vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám, aki a mennyekben, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Krisztus, ami békénk is kiengesztelődésünk, ezért kérjük, hogy ne védkeinket a nézet, hanem egyházat hidét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Hiszek benned, szeretlek,
minket, Istenünk, könyörögve kérünk, akik szent fiat halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, feltámadásának erejéből eljuthassunk oda, ahová törekszünk, Krisztus a mi Urunk által. Köszönöm a kedves hírekkel, hogy nagy csütörtökön délelőtt 10 órakor Temesvár Dom templomba püspöki szentmise, úgynevezett krizma mise van, ahol az olajat szenteli meg a püspökünk. Ez délelőtt 10 órakor Temesváron a Dom templomba. Nagy pénteken, itt keresztesen délután 2 órakor lesz a nagypénteki szertartásunk, a könyörgések és a passió, és a keresztcsókolás. Nagy szombaton itt 5:30 órakor, tehát 5 óra 50 perckor, 5:30 órakor lesz a nagyszombati szertartás és körmenet. Április 1-én, már az egy hétre, húsvét vasárnapján a Szent Mise szokott órában délelőtt 10 órakor lesz. A program ki van függesztve, tehát igyekeztünk ezt a programot elfogadni és betartani. Az Úr legyen veletek! És a áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent Mise áldozatot bemutattuk, járjunk békével. Van még egy hirdetésem, nem egyházni, hanem civil hirdetés. Kedden délelőtt 10 órakor 2 magyarországi orvos jön vérszint mérésre. Akik el akarnak jönni itt szembe az RMDS házba, lesz a nyitva a terem, befűtve, akik el akarnak jönni, jöjjenek, ingyenes a vérszint mérés, tehát akik el akarnak, jöjjenek el nyugodtan. Egy-két tanácsot fognak adni ezek az orvosok, a magyar állam finanszírozza őket, tehát Magyarországról, Budapestről jönnek, itt lesz délután 10 órakor, utána pedig 3 órakor ótereken lesz ugyanez a vérszint mérés. Már több helyen voltak, Szirágy megyében, Bihar megyében, itt a Bánságban is. Akiket érdekel, jöjjenek el, a felmérés az ingyenes. Van még egy plusz mérés is, akkor az újból vesznek vért, az egy bővebb felmérés, vagy egy kimutatás lesz, az már pénzbe kerül, az 30 lej, annak a kimutatása. Nem kötelez senkit, semmire, tehát akik gondolják, jöjjenek el, és itt délőtt, kedden ott találkozhatnak meg két orvossal.